Fú, de reggel van nekem most. Amúgy nem, mert 10 óra 5 perc. De nemrég keltünk Christopherrel, és hétfő van. Mert hogy éjjel belázasodott, vagy este, vagy hogy mondjam. Úgyhogy nem ment Tobiba. Meg holnap se. Vagyis ő egész héten nem megy óviba. Annyi, hogy én hétfő kedden itthon leszek most vele. És annyi. Egyebet nem tudok mondani. De igazából annyi van vele most jelenleg. Nem olyan nagyon lázas, hogy így el van, mert általában ilyen szokott lenni. Muszáj, csak egy kis kávét, mert nem bírom, el kell felébredni. Tukokat is ki kéne engedjem. De úgy fúj a szél, mint a dög. Na mindegy, taknyos, meg most már elkezdett köhögni. Úgyhogy felhívtam az orvost, és akkor mondtam, hogy táppént szeretnék mára meg holnapra. Mert mondom, utána virág itthon van, úgyhogy akkor már megoldjuk. És mondtam, hogy akkor egy vizsgálat is kellene. Ezért nézzen rá, kell-e antibiotikum, vagy nem? Úgyhogy 8:30-ra kaptam időpontot holnap. Erre. Csak ennyi. Hát voltunk a Lidl-be is, meg a Tesco-ba is, meg a Pepco-ba is vásárolni. De hát nem igazán csináltam arról videót, mert hazaértünk és grilleztünk. Grilleztünk? Grilleztünk. Most majdnem, mert a izé jutott eszembe a tárcsa, mert tárcsám is van, azt is el kéne kicsit kanyézgatni. Na mindegy, és csirke mellett grilleztünk, vettünk ilyen barbecue-s port, azzal beszórtuk, akkor francia salátához vettem kukoricát, borsót, uborkát, csemege uborkát, azt tudtam beletenni. Én nem szeretem ezt a francia salátát annyira. Tehát amit megeszünk a francia salátából, az a borsó, meg a kukorica, meg az uborka. És akkor egy időben kifejlesztettem, hogy akkor miért rakni, mert hogy ugye a francia salátában eleve nincsen kukorica. Csak borsóban, fehér répa, meg sárga répa. De mivel én nem nagyon vagyok oda ezért a francia saláta alapért, mert az a megfőzött, vagy megpárolt, olyan ilyen lesz, és én azt nem szeretem. Az friss répából lenne jó, szerintem, de hát azt meg tudod, ki fogjám megpucolni, félbevágni, becsíkozni, kockára vágni. Úgyhogy ki kell engedjem a tyúkokat. Az a nagy büdös helyzet. Böki már itt ad fél órát, hogy ő ki akar menni. Csodálom, hogy nem szartva. Mi a helyzet, öcsi? Egészséget. Semmi. Akkor menj vissza Ágyikóba, jó? Mindjárt jön. Most mi a szaron csúsztat? Te itt a kocsikú, de jó. Tegnap ő mosta ezt a lépcsőt. Most ki pasztam a kávét. Itt az egész konyhát felmostam. Ó, Móni. De kár, hogy nem este.
Lett volna róla videó. Az őket mája, mert nem látok. Vagy így be, vagy valami, valahogy. Hadd szívjak. Egy kort kávé. Fel vagyok betűnve, ezt most megint moshatom fel. Kurvára fúj a szél, de rohadt meleg van amúgy szerintem. Szóval jobb is, hogy 26 fok, 10 óra, valami van a járásomban. Szerintem van tojás az jó Istenem. Kipakoltuk tegnap a garázs. Átálltam ebbe. Szélsőbe. Jó, jövök már. Csukok. Ti meg itt maradtok, már kifutkoráztátok magatokat. Ja, filmet néztünk egy napon. Nem csak tegnap, most egy pár napja nézzük, mert örülök, hogy... Jaj, megfogtam a kamerát. Úgyhogy egyet néha meg tudok nézni, de most már egyébként így, hogy Christopher nagyobb, most nem azt mondom, hogy mondtam, hogy van tojás. Három öcsém. Egyre több tojik már, mert tegnap négy volt. Igaz, tegnap véletlen még jobban elfelejtettem őket, mert én fönn voltam a szomszédasszonyomnál kávézni, és voltunk, és hát délbe engedtem ki őket úgy konkrétan, mert kicsit elfeledkeztem róla, hogy be vannak zárva. Mert ugye én egy ideig nem zártam őket. Jaj, várjátok, majd nem tudom kinyitni ezt a szart. Ja, de most Christopher meg majd ideges lesz, mert le akartam engedni a tojást. És tegyem vissza a faszomat, aztán meg. Hoztam egy tollat is, szép tolljuk van. Tolluk. Te most morogsz, vagy milyen van? Kati meg fogorvosnál van. Most írt. Az elvett dolgozni, az is. Volt egy ideje, hogy fájott, ahol kiúzták. Hát mondom, lehet, bemaradt egy szilánk. Úgy is volt. Te beszeretnél menni, Klere? Felvágyom be. Megint ugrálok a témák közt, csak mondom, beviszem a tojást, de itt ül a Christopher a konyhába, úgyhogy oda kellett raknom a folyosóra, mert észreveszi, hogy behoztam, akkor lecsesz. De szerintem majd máma lesz biztos egy, úgy gondolom. Na, szóval, hogy Katinak bemaradt egy szilánk, lement, ebben volt gyulladva, azt mondta, hogy mondták, hogy bemaradt egy szilánk. De láttam, hogy írt, hogy már meg is végzett, kihúzták neki ezt a darabot. Mondjuk én kihúztam volna magamnak, én ilyen én nem megyek vissza, ha nem muszáj. Kinyálunk. Clarence. Na mindegy, én meg a Hermülert lehet fönt bezártam az emeletre, mert nem láttam egy ideje. Hajd abba. Vagy hova lesz? Mindjárt meglesem. Vettem két díszpárnát a Pepkóba. De itt a kávét, bogyó. Jaj, föl kell vigyem a vödröt a zobiba. Most egy kicsit kinyomom, mert föl kell. Na, jó van, elkezdtem lassítva fölvenni, úgyhogy remélem, azt nem vágom bele. Na, ezt a két párnát vettem. Csak még nem raktam. Vagy nem vittem fel az emeletre, de tök jó.
És pont azt néztem, hogy megmutatom. Nem vagy nagyon rosszul, öcsi? Nem. Csak kicsit? Nem, nagyon. Nem nagyon? De nagyon. Akkor feküdjél el, légy szíves oda, és takarózzál be, vegyem is. De mert én nekem el kell mennem most fölvinni a vödröt az oviba. Ah, megkarmoltál, te nem tudsz jönni, mert beteg vagy. Fölviszem és jövök. A feküdj le. De én nagyon szeretnék. Nem baj. Akkor minden fölvisszük majd a párnákat. Még szeretnék ott egy kicsit feltakarítani, porszivózni, meg ilyenek. Mert van mit. Muszáj volt kinyomjam, mert én egyszerűen annyit amúgy rohadt meleg van. Tényleg. Felejtettem, mert nem is videóztam. Egy kis évben délutánosok voltunk. Aztán de a videót, hogy egy ő is szeretve. Ez a virág az olyan, mint én. Tényleg. Az is minden megcsinál. És láttam egyébként itt ilyen kommentet, hogy mindegy, én nem akarom semmi nősít, meg nem érdekel. Csak így tájékoztatású közölném a dolgot, azért mondom, hogy mindenki ez a mér egyedül. Szóval nekem tényleg vannak barátaim, bármennyire hihetetlen, vagy nem tudom, hogy hogy tűnik a dolog. Meg tényleg nagyon sok ember, akire számíthatok, de én egyszerűen ilyen vagyok. Tehát és amúgy az Évi barátnőm is nagyjából ugyanilyen, hogy szól, hogy kéne segíteni ezt vagy azt, és mire mondjuk azt mondja hónap reggel 8-kor, oda meg fél 8-ra, ő már másnap, vagy előtte nap délután már megcsinálta. Szóval, hogy ezt nem tudom nektek jól visszaadni, de talán meg tudom fogalmazni, hogy ez nálam úgy működik, hogy nekem a számomra jó érzés, hogy nem kellett segítséget kérnem. És el tudom mondani, hogy ezt én csináltam. És nem azért, mert bárkinek ezzel dicsekednék, hogy ezt csináltam, azt csináltam. Én simán lelapoztam a nappalit, vagy a bármit úgy, hogy senkitől nem kérdeztem meg, hogy segítene-e például. Nekem ez jó érzés, az, hogy amiben én lakok, azt én csinálom. Nagyon durván fújja a diónak ezt a ideját. És biztos, hogy hallottam. Az én macskám ez a Herminger valahonnan, de honnan? Bezártam, akkor nem lehetem tényleg megnézni. Valahol nyávod. Nem tudom, hogy hol. Tacska. Fej. Megjöttem.
Majd kizártam az erkélyre tegnap. Az is lehet. Akkor ott van egy ideje. Vagyis hát nem tegnap volt, mert ma csapkodta a húzata. Zajtott, és hajnal jött, jöttem fel. Ott van-e? Az ott feküdt. Jó reggelt kívánok! Nem vettelek észre itt éjjel. Gyere! Hát de imádom ezt a mockos tetőt. Igen, itt vagyok, na. Jó lesz így? Na és ma jó idő van, azt fogom csinálni. Mert ezt akartam megmutatni. Hát nem így, mert fényezünk nem ma. Nem adja vissza, meg retkez. De nagyjából ilyen színű ez a párna, amit vettem. És most arra gondoltam, hogy szépen leviszem. Beleállítom a kádba, kisikálom tisztára, és ezt akarom oda rakni az étkező asztalhoz. Ebből van kettő darab szék, az egyik az nem is tudom, az lehet, hogy ott a lomtárban van, vagy a konyhában, nem tudom. Na mindegy, kettő székem van ilyen, azt ide fogom rakni ehhez az asztalhoz. Ja, itt van-e? Ez annyira nem koszos, de most már ezt is megtakarintom. Ilyen. Úgyhogy ez lesz itt, és akkor odarakom azokat a zöld párnákat. Lehet, hogy abból még fogok majd venni kettőt. Most csak összes kettő volt, úgyhogy azért nem vettem. Jaj, ilyenkor nem, hogy... Mi van? Na, mindegy. Ezt fel akarom takarítani, meg talán ki is tudom fugázni, majd meglátjuk, meg veszek egy csemperagasztót majd, hát szerintem jövő héten. Igen? Micsoda? Mi van? Nem értek sem. Na menjél! Mennyi? Peki, ha ide szartál, fölrúglak, mint macskát szarni, azt megmondom, mert most jöttél be. Mi van, öcsi, mert nem hallom. Miért csak? Az egész nem jön ki? Igen. Na, úgyhogy így nagyjából egyforma színű. És akkor megiszod egy pohárból? Igen. Tessék. Tessék. Terepjáró. Hú, szerintem tök jó színe van. Anya. Hm? Az igen. Milyen? BMW? Az. És azt hiszem vannak ilyen plédek is. Hogy... Tudjátok, ez a, most nincs itt nálam olyan, de nekem olyan van szürkébe. Az a nagyon vékony ilyen, nem tudom, hogy minek mondják, milyen plét. Nehogy szétrág már. És van ilyen színű is, és lehet, hogy azt fogok venni a kanapéra. Begyűrködöm majd. Ja, ez meg copyright. Na, úgyhogy... Ma ezek lesznek tervbe, aztán, hogy mennyit tudok ezekből megvalósítani Christophertől, az már ki fog derülni. Még kéne szereznem egy darab ilyen széket. Többet nem, de egyet. A másik oldalára meg ilyen bár széket akarok majd, ugye? Ott ki lesz ütve a falból egy rész. Hmm.
Na, szóval visszatérve erre az egészre, hogy nem tudom, hogy jön le az embereknek. Vagy hát nyilván nem mindenkinek megtisztelt a kivételnek, mint hogyha nekem nem segítenének. Mert ez a hol van ilyenkor ez, vagy hol van ilyenkor az, hát azok azért nincsenek itt, mert én nem szóltam nekik. Nem azért nincsenek itt, mert ilyenkor nincsenek itt, hanem egyszerűen én olyan vagyok, ha a barátaim is nézik, úgyhogy ők nagyon jól tudják, és akár ezekhez a barátokhoz egész nyugodtan mondhatom Melit és Erikát, és tehát aki ismer, és tényleg ismer, nem így videókból, hogy jaj, ismerem, nem ismertek, nagyon sok mind. Nem azért nem ismertek, mert nem igaz, amit mutatok, hanem azért nem ismertek, mert ez csak egy annyira megőrítesz kis morzsája annak, hogy én milyen vagyok, hogy ti egy csomó mindent nem tudtok rólam, és azok az emberek, akik tényleg ismernek, mondom még egyszer, Erika, Meli, hasonlók, most a Katit meg az Évit eleve nem említem, mert ők azért másabbak, ők azért itt vannak velem, úgy barátnőim, nem pedig úgy lettünk barátok, hogy a neten megismerkedtünk. Na, de ők nagyon pontosan tudják, hogy milyen vagyok. Ezen kívül még, amilyennek láttok. Szóval, hogy én soha nekem nincsen semmi, de hát ezt gondolom látszik a videókból. Nem is nagyon vágok videót, én csak összeillesztem őket. Így is annyit veszek föl, amennyit gondolok, ezt a képkockát, meg azt, vagyis videó részleteket összevágom. És ennyi. És jaj, mutatok valamit, most csak így az ecigiről jutott eszembe. Ha megtalálom, ezt még a Petitől kaptam, Heisenberg. És még mindig van benne, és még mindig nem merült le. Hát ez már több, mint egy éve. Kicsit égett íze van. Nem az a friss üde. Ez inkább lesett üdőző. De még mindig nem merült le. Hihetetlen. Komolyan ez az ecigi. Ezt még szerettem, tehát ez nekem még a tűrhető kategória. Nekem ez meg azért jó, mert nem tudom, ez valahogy lágy, nem az a nagy gőz. Na mindegy, de hogy megvan mindegyik, és ezeknek az aksia jobb, mint egy iPhone-é. Mert hogy az iPhone-é szar. Na mindegy. Szóval, tudom, hogy ilyen ugribugris vagyok a témák között mindig, de ennyi a lényege, hogy én higgyétek el, hogy nem kell kárörvendeni, ezt azoknak mondom, aki esetleg kárörvend a dolgon, vagy azok, mert ne vegye magára senki olyan, akire nem illik a leírás. Én direkt nem akarok itt embereket megnevezni, mert nem érdekel, csak azért néha így rá pillantok a kommentekre, és nem olvasom minden nap, meg nem figyelem annyira, vagy kísérem figyelemmel, hanem inkább tényleg, ha úgy van időm, akkor... De most van egy játék a telefonon, sose volt játék a telefonom, mert én nem szerettem játszani, én inkább azzal játszok, mint hogy a YouTube kommenteket olvassam. Most nyilván azért mondom, ránézek, csak ezt ne úgy higgyétek, hogy napi szinten én most azt ötröm, hogy milyen komment jött. Volt egy komment például,
nem is, esküszöm, hogy nem tudom megmondani, hogy pontosan miről volt szó, de elolvastam, nem volt egy kedves komment arra, vagy hát nem is tudom, de nem negatívabb volt, és el akartam olvasni valakinek, és már nem volt ott. Tehát azt sem én töröltem le. Én nem törölget. Ja! Tudom már, hogy valami a családról, hogy ez aztán a... Hú... Igénytel, valami vagy hogy ez aztán az igényes család, vagy igénytelen, valami, ez volt a lényege. És utána amúgy tök jó volt, nem csináltam róla videót, de tök jót beszélgettünk ezzel a témával kapcsolatban, hogy ez egy olyan annyira egy relatív dolog szerintem, hogy kinek mi az igénye. Most nálam az igény az inkább abból adódik, hogy ha kimegyek az utcára, akkor úgy vagyok fölöltözve, hogy ne mindenki így nézem. Bár ez is egy olyan dolog, hogy én például tökre szeretem azokat az embereket. Na, várjál, ne legyen retkes a ruhája, ez a jó szó rá. Mert én nagyon szeretem az olyan embereket, akik olyan különlegesen öltözködnek. Úgyhogy... Tehát nem a megszokott módon. Na, de hol tartottam? Vagy mit akartam kihozni az egészből? Hogy számomra az igény az csak annyiban merül ki, hogy megmosod a magadat, tiszta ruhát veszel fel, nem bűz lesz, mint egy utolsó, nem tudom mi. Szóval, hogy nekem ezek az igények. Most az, én nekem, amiről többen, vagy ők, vagy ti, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, igénytelenségnek gondoltok, az számomra emberi. És ez a nem mindegy, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszél ez, hogy igény, vagy igénytelen. Hát az, hogy... Egy család. Ilyen nagyon minta. És nem mond ki dolgokat. És leülünk. És együtt nekem ezek nem igények. Tehát ez nekem nincs is rá igényem, hogy én a konyha asztalnál ebédeljek okvetlenül mindig délben, mindig együtt, mindig. És ugye az együtt evésnek is több fajtája van, mert én például én imádok bent enni. Nappaliba. Nekem a konyha az... Nem tudom, de leülsz, megkávézol, beszélgetsz. Egyszerűen mások vagyunk. És ez nem értem soha, hogy ki mondja meg az igényt, meg hogy mondhat valaki például... Most az én házam is kívülről mondhatják, hogy igénytelen. Hogy néz ki? Mert milyen itt? Mert ott nincs be. Hát de nem az igényem nincs meg rá, hanem a pénzem. Szóval, hogy ezek a külső dolgok. Az, hogy mi meg egyszerűen élünk. Hát én nem szeretem az ilyen megjátszott dolgokat. Hát belehalnék, ami a kedves... kommentelő számára igényt jelent, bár nem tudom megfogalmazni, hogy mi volt az igénytelenség, meg különben nem is érdekel, mert mondom, hogy én így szeretek élni, ahogy élek. Hát ezt nem értem, hogy gondoljátok, hogy valaki úgy él, ahogy nem szeretne? Mert biztos van olyan, de annak nagyon szar élete van. Szóval, hogy hadd csináljak, amit akarok, hadd mondjam ki, amit akarok, ez a böfögés, ez mindig egy nagy izé, sok mindenkinél, holott mondjatok egy embert, aki nem böfög. Mert az, hogy visszatartod, és így, vagy, na, attól még böfögsz, bazd meg. Szóval, hogy nincs olyan, hát ugyanúgy fingani is fingik, mindenki, még a kutyám is fingik, szóval, hogy nem is értem ezeket a dolgokat, hogy miért kell mindent. Most nyilván elmegyünk egy étterembe, de ezt már annyiszor elmondtam. Ott ülünk az étteremben, nem fogok így csinálni,
De ha mondjuk lemegyek a kocsmába, ott fogok. Mert ott egyszerűen szerintem ez a az intelligenciának az egyik része, hogy tudod, hogy mit hol lehet, nem? Tehát egy étteremben nem fér el, hogy te oda beleböfögjél, mikor ott tesznek, vagy mit tudom én. De most, amikor lemész a kocsmába, és ültök kint 50 fokba, mindenki issza a sört, és valaki oda böfög, hát senki nem fogja azt mondani, hogy jó Jézusom! Hát mindenki röhög. Szóval ennyi szerintem ezen egyszerűen én így élek. Én nekem ez így nagyon tökéletes, ahogy élek. Egyetlen egy dolog lehetne több pénz. De hát erről meg az ember nem mindig tehet, ugye? De szóval én nem akarok másképp élni. És hogyha az a te számodra, már a bizonyos kommentelő számára ez igénytelen, akkor nézzél olyan videót, ami a hót igényes. Tehát én annyiszor láttam már olyat, hogy mikor valaki így ül, így, ha becsukhatnám azt az ajtót, mert akkor még oda se látnátok be, ezért letakarítom, és így, és akkor az, és akkor én így ülök, és kevergetek, és akkor azt hiszitek, hogy itt aztán minden olyan, nézzé, azt a sarokban meg ott van nagy hótkuplára, érted? Én így élek, és ott szállítjuk az ablakba a tojás miatt például. A virág kiszedte a belsejét, ott van. Szóval, hogy az, hogy kinek mi az igény, vagy az igénytelen, hát az engem hótra nem értek el. Megmondom az őszintét, Magnika. Úgyhogy, de ahogy végül is azt akartam csak kihozni az egészből, hogy azt a kommentet se én töröltem, csak egyszerűen már nem volt ott. Szóval én nem szoktam törölgetni, mert engem annyira nem érdekel az a komment, és én ezt megmondom ott őszintén, mert itt szokták több videósnál is, hogy persze, mert azzal nem foglalkoztok, a rosszat írnak, vagy számotokra rosszat írnak, csak a dicsérő kommentel. Hát igen. És ezt tudod miért van? Azért, mert aki téged dicsér, azaz elfogad, az azért fogad el, mert tud veled azonosulni valamilyen szinten. Lehet, hogy nem pont úgy él tükör pontosan, ahogy te, vagyis hát nem tükör, mert az ugye a fordítottja, tű pontosan, ahogy te, de mégis megtalál az életedbe, vagy a te videóidba olyan dolgokat, amibe ő kapaszkodni tud, lelkileg, vagy csak simán így kikapcsolja ez a dolog. És ő neki vagy vicces, vagy érdekes, vagy élvezetes. Viszont az, aki nem tud azonosulni, az fogja a hibáidat megkeresni, de én azzal mit kell? Vagyis nem hibáim, ezek nem hibáim, én ilyen vagyok. Ez csak szerinte hiba. Engem meg nem érdekel, hogy ő hibának gondolja. Szóval, hogy aki olyat ír, kedveset, vagy jót, vagy bár ezen belül még mindig lehet olyat írni, hogy vicca, hát azt a járólapozást, vagy azt a csempézést, azt a helyedben nem úgy csináltam volna, mert mit tudom én, mondjuk minden egyes csempét be kell vizezni, és te nem vizezted be, nehogy leesett. Szóval ez számomra nem bántó, attól függően, hogy én nem úgy csináltam, ahogy ő mondta, és ezt át fogom gondolni, mert mindenkinél van olyan, hogy nem úgy tudod a dolgokat, ahogy mondjuk a hasznodra válik. Mert hogyha lepotyog, akkor az nagyon rossz. Na, de akkor meghallgatom, vagy nem, jó, nyilván írásból beszélünk, tehát megpontolom, ezt a szót kerestem, köszönöm.
De az, hogy valaki elkezd egy bármilyen videóst, engem, vagy akárkit, aki videózik, ócsárolni, meg hogy ilyen vagy, meg olyan vagy. Hát tudom, hogy milyen vagyok, magamtól vagyok olyan, hát én vagyok olyan, mert ilyen akarok lenni. Hát ezen nem gondolkoztatok még? És egyszerűen arra meg nem vagyok kíváncsi, hogy egy vadidegen ember megmondja, hogy milyen legyek, vagy hogy ilyen ne legyek. Vagy, tehát ez nekem, tehát alapból, még aki akár a szeretteimről beszél. Én nem bírom elviselni, nekem megmondják, hogy mit csináljak. És pont erről beszélgetünk, mert ki fogom menteni kávétenni. A virág is pontosan ugyanilyen, mert ő is ezt... Pusztusz! Menjetek arrébb! Ő is ezt mondta, hogy ő sem bírja elviselni, mikor megmondják neki, hogy mit csináljon. Nem egy... Hova tegyem? Hova a Krisztófer mondaná? Nem egy óvodás gyerekről beszélünk, hanem felnőtt emberekről, akik már kurvára nagyon tudják, hogy ők hogy akarják élni az életüket, és mit akarnak csinálni. Szóval nem mondja meg senki. Mert megmondhatja, én meg nem tiltom meg neki, ha ő meg akarja mondani, mondja meg, csak szart se ér el vele. Nyilván, hogyha odáig ér a dolog, hogy valami olyat mond, amin én elgondolkozok, az is csak is azért van, szerintem, mert valahol belül már gondoltál rá. Tehát, hogyha mondjuk nem jól csinálod a dolgaidat, és valaki mond valamit, és elgondolkodtat, az inkább azért van, mert te sem vagy benne 100%-ig biztos, hogy az úgy jó, vagy úgy helyes, vagy most mondhatnék bármit. Én így gondolom. De az, hogy mit gondol az én családomról, vagy hogy mi milyen család vagyunk, én amúgy imádom azt, hogy mi ilyenek vagyunk. Egyszerűen én például nem tudnék egy városba lakni. El nem tudnám képzelni, hogy én így összeomra. Látod ezt? Ki van szakadva? Halloween. És így fölmentem a oviba. És ez lehet, hogy valakinek igénytelen, de én nem egy étterembe mentem, nem egy, mit tudom én, mik ezek kormányablakban most nem jut ezt. Hivatalos hely, ezt akartam mondani. Tehát nem egy hivatalos helyre mentem, csak úgy szimplán fölsétáltam az óvodába. Tehát én na, így éreztem jól magam, én nem fogom magam kifesteni, meg mit tudom én milyen öltözéket venni, hogy fölvigyem a moslékos vödröt. Én itthon is így vagyok, és két házzal arrébb, meg nem fogok felöltözni. Vagy az a baj, ezt mondom, hogy nem tudom, mit akar nála ez a, az igény, vagy nem igény. De mindegy, ha legyen igénytelen e kedves egészségedre, mondom még egyszer, hogy akkor igényes videókat nézzél. Én nem fogok másképp élni, azért, mert éppen egy vadidegen embernek nem tetszik. Meg Spongya Bobos vicces. Hozd fel a papucsodat, öcsi. Nagyon meleg van. Úgyhogy így erről a témáról ennyit. Új cipőt akart. Spongya Bobis már meg is vette. Tényleg? Ja. Ez vicces, ugye, anya? Vicces. Vicces, azt mondja, Bob. Várjál, anya elszív, mert nem akarom a füst pöccagóba. Nem hideg a kő? Nem. Meleg? Nem olyan hideg. Nem olyan hideg. Na mindegy. Nem meleg. Mert meleg van, nagyon jó idő van. Na mindegy, erről a témáról ennyi, már nem akarok így mást mondani. Még is akarok.
Mert ez a... Még volt egy ilyen kérdezgetés, hogy én szépen mondom, mert azért vagyok annyira normális ember, hogy mindegy, Hörbi hol van, vagy mondhatom, hogy Peti, én nekem nem Hörbi, de az a nagy büdös helyzet, hogy rossz csatornát nézek, mert ő a saját csatornáján van, ha érdekel, hogy hol van, én meg az enyémen vagyok, és ez mindig is így volt. Szóval, hogy az, hogy én elmentem mondjuk hozzá, vagy ő eljött hozzám, és találkoztunk, és benne volt a videómba, attól te nem fogod tudni, hogy ő hol van most. Hát, ha érdekelne, akkor tudná róla. Én is nem tudok videókat nézni, egyszerűen készíteni se tudok, nem hogy nézni. Igen. Hát, hogyha le van fagyasztva, akkor le lehet. Vagy meg lehet. Meg tudod, mit szoktak a kólával? Hogy ilyen zselés ízét csinálnak belőle, és akkor meg lehet tenni. Mint a kólás gumicukor. Meg van az a süti, a Fanta szelet. Én is szeretném. Jó, majd csinálom. Na, szóval, hogy... Utána csinálom. Az embernek az élete az mindig valamilyen úton, módon változik. Hát most már Peti hányadik helyen lakik, én föl se tudnám sorolni. És most van egy élete, amiben én úgy látom, hogy boldog. Nyilván nem beszélünk már annyit, mert minden... nem azért, mert nekem bármi problémám lenne vele. Vagy bármiért neheztelne egyikünk a másikra. Mert ez egy baromság, ezt gondolhat itt akárki, akármit. Én Melivel se beszélek napi szinten, sőt, szerintem, nem is tudom, megnézem majd, mikor beszéltem bele utoljára. Erika is annyit a fejemben van most. Ma biztos rá fogok üzenni, meg Melire is, mert itthon vagyok, és van időm, de egyszerűen vagy reggel elmegyek dolgozni, hazajövök délután, azért itt van, valami kaját kell csinálni. Az udvarom örökké úgy néz ki, mint a izé, mert szétordanak a kutyák mindent. Tegnap reggel is vasárnap arra keltem, hogy a szemetet. Kinyitották az ajtót, és széthordták a szemetet. Szóval nincs az embernek ideje mindig. Szerintem meg nyilván ő videózik, úgyhogy azért bizonyos élet részleteket lát az ember. Látod, hogy jól van, látod, hogy hol lakik, látod, hogy izé. Néha szoktunk beszélni. Múltkor is például beszéltem is róla, mert segítséget kértem tőle, amit tőle kaptam egyszer GoPro-t. Nem tudtam összehozni a telefonnal, már valami, nem tudom mi volt, de valami kódot kért meg minden. És vette a fáradtságot, megkérdeztem, hogy hogy van ez, keresett egy videót a YouTube-on, erről a GoPro-ról, és átküldte, hogy vicca, próbáld meg ezt, mert így kell összecsat. Köszönöm szépen. Ennyi. Szóval, hogy... Vagy múltkor, amikor volt róla videó, hogy beragadt a sárba. Ugye pupillával. Azt is nekem elküldtem Messengeren egy személyes üzenetbe, hogy most ugyanúgy járt, mint annó, mikor a golfal beragadtunk a sárba, és nem tudnak sem erre menni, hogy ki kell őket húzni. Szóval, hogy egyszerűen nekem a barátaim közül is, például a sógornőm, akit mindig sógornőmnek mondok, de már nem az, de mindegy, nekem az lesz, ő vele is egyszerűen nem tudok, nem hogy napi szinten se kapcsolatot tartani, se találkozni. Van, hogy 2-3 hétig is nem látjuk egymást, meg nem beszélünk, de szerintem ez nem jelent semmi olyan dolgot, hogy most mi nem lennénk jóban. Csak egyszerűen mindenkinek megvan a maga élete, és mindig van egy olyan életszakasz, amikor kevesebb időd jut, nem hogy másokra, magamra. Szóval ennyire egyszerű, és ezt akartam még elmondani. Úgyhogy, ha őről le szeretné tudni, akkor a saját csatornáján keresd. Mert... mert ott volt megtalálni. Mindenkit a saját csatornáján. Igen? Még ki akarsz jönni? Most gyere még be, meleg van. Hát jó! Hát jó!
Na. Nem sokára, mert úgyis le akarom szedni az ablakról a redőnyt, amit majd beépítünk. Már mindig elfelejtek forrambottan. Mitől? A redőnyt, amit leszedem. Mi? A redőnyt, amit... Ja, de nem szedem most le kint, ami a garázsban van, azt fogom leszedni. Ez a... Ja, ugye eltörték a tükröt, a kutyák, én nekem meg eszembe jutott, hogy hát, ami itt van szekrény, na most itt össze fogunk pakolni. Hát itt már rend van, nagyjából. De ott tört szét. Mindjárt megmutatom. Hát amit a kutyák eltörtek kint. Azt? Van egy tükröm, és ezt fogom felhasználni helyett. Meg majd ezt. Na, ez volt az a szekrény, ugye. Erről le lett szedve az ajtó. És... Na, mindegy, ezeket még... Azt kell még fölcipelnem, azt a kenyér szeletelőt, azt nem fogom egyedül, úgyhogy aki aggódott a testi épségemért, az nyugodjon meg, mert maximum a főzőlapot fogom maximum a főzőlapot fogom egyedül felvinni. Na, és majd itt még azért pakolászunk. Ez egy jó hosszú videó lesz. Na, összeraktam az azzal, tehát nem volt könnyű, viszont csavarokat kell keresnem, mert ezek nem jók, amiket felhoztam. Ez rövid, úgyhogy amivel meg kell fogatnom a lábát, ahhoz kell 6, úris ez rengeteg, 6x4, vagy nem? De 6x4 csavar kell. Hát 24 csavar, nem tudom, honnan fogok összeszedni. Ekkora méretben. De mindegy, most egyszer össze szeretném rakni, és be akarom rakni ide a helyre, hogy én lássam, hogy az tényleg valóban ott az nem néz ki hülyén. Ha majdnem lementem, de közben eszembe jutott, hogy akkor leviszem már a széket. Hogy legyen kiganyézva, mert most szél is fúj meg minden. Úgyhogy szépen kiteszem, és meg tudsz áradni. Jó megijesztetti. Na menjél, öcsi, mert hozok le egy széket. Jaj. Jó koszusz, most egyszer letakarítom porszívóval. Na, így néz ki porszívózás után, és most megy a mosóba. Na most végeztem ezzel. Kiszívtam a vizet ezzel. Aztán most főzöm az erkére, hogy ott száradjon, mert rajlam oda nem mennek föl macskák, még hogyha ott lesz a nappaliban, az se lényeg. És csinálok egy cigit, és elmesélem, hogy megint mi történt velünk. Közben találtam pár csavat, aztán majd kiderül, hogy jó-e. Most egy csavarhúzót nem tudom, hova raktam. Fú, de meleg van. Kinyitom az ablakot, kitámasztózom. Ilyen olyan szél volt, hogy jobb, hogy nem volt nyitva. Na. Tudom, oba ügyek. Kimentünk cigizni, ezt akartam elmesélni. A garázsba. Aztán elkezdtek ugatni a kutyák, a Becky olyan nagyon furán.
Mondom, biztos ott a macska a kocsi alatt. Hát egy nyest volt a motortérbe. Mindegy, a lényeg, hogy a Bekit úgy megharapta, hogy ömlött belőle a vér. És ugye ő még nem kapta meg a veszettség elleni oltást. Mert pont úgy volt itt az állatorvos, hogy dolgoztunk, vagy nem is tudom. Na mindegy, nem volt annyitan az a lényeg. A lényeg, hogy mondom, akkor most go. Aztán el az állatorvoshoz. Elvettük az állatorvoshoz, nem volt ott, kopogtam, semmi, rányította az ajtóra, akkor láttam, hogy zárva van. Mondom, akkor virágnak haza. Azt mondja, addig a Bence vigyázott a Christopherre, ugye? Na de a másik durva, Christopher ott ült a hintágyba, a garázsba volt a kocsim, és erre futott ki ez a rohadt tetű, a bogyó az után, mindegyik utána futott, tehát a Beki, azt már nem is emlékszem, mert olyan sokban voltam, de a bogyó az el is kapta a farkát, csak nem tudta visszarántani. Úgyhogy jó, hogy zárom a tyúkokat. Na aztán elindultunk haza, azt mondja a Virág, akkor most mit csinálunk? Hát mondom, nem tudom. Na, ahogy ezt kimondtam, az állatorvostól 2 háznyit jöttünk le. Hát mondom, ez az ő terepjárója. Látom, és utána már láttam is az arcát. Mondom, akkor vissza. Mondom, jó napot, doktor úr. Mondom, a tacskómat megharapta egy nyest. Azt mondja, egy nyest. Mondom, ja, bán volt a motortérbe, ez meg próbálta, itt a csavarhúzom. Próbálta elkapni, aztán hát ömlött a szájából a vér. Az egész kocsi oldala csupa vér volt. Mondom, ezt nem hiszem el. Mondom, le kell mossam meg, mielőtt elindulunk az állatorvoshoz, mert még megállít a rendőr, hogy kitkázoltam el. És hát pont jött a rendőr, meg mondja a Virág, azt mondja, milyen jó, hogy lemostuk, mondom, ja. Mert ugye még izé is volt ott, lábnyom a sárvédőn, mert rugdostam a kocsi oldal, hát jó, nem erőből, hanem így lögtem a lábammal, hogy húzzon már onnan ki. De mindegy, azt mondja a doki, hogy pont jó így, hogy így jöttünk, hogy szerencsénk van, mert az ugye nem szokott ennyivel előbb jönni, mondjuk a rendelési idő se volt kírva, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mennyivel előbb, de hogy nem szokott így jönni, úgyhogy jó is jött ki, mert így legalább akkor be tudja szürkálni. Na, és most megnézzük, hogy milyen csavarok vannak, mondjuk én már túl vagyok az ideg állapoton, úgyhogy azért, de akkor, hát én nem mondom, azt nem hiszem el, komolyan mondom. De valahogy éreztem, hogy ízé, mikor kinyitom a motorháztetőt, és ott a farka ennek a rohadt tetőnek. Úgyhogy most hasznát fogom venni a Petitől hozott üvegnek, mert eljött a pillanat, hogy beépítem, mert nem akarom, hogy oda a garázsba bármi is bemászkáljon. Azért állok be a kocsival, hogy ne rágja szét a vezetéket, és akkor bemegy a pofátlan geci, érted? Úgyhogy itt van 3 kutya az udvarba, és ide jön. Elpucoltam a széket. Lehet, hogy ezt nem is kell kitakarítanom. Takarítógéppel csak egy kicsit így át frissítem. Majd megnézzük egymás mellé, akkor jó, a másik még vizes. De most megnézem a csavart, hogy jó-e? Sikerült összeraknom az asztalt, így nagyjából és körülbelül így fog kinézni. Ugye ott még az a luk ki lesz vágva, hogy át lehessen látni ide a konyhába. De jó napot! Ez a max, amit így ki tudtam hozni a dologból. Na mindegy, úgyhogy ennyi. Milyen anyám? Ott majd lesz még egy hűtőszekrény, elméletileg. De hol? Aztán majd meglátjuk. Hát, is van kezed. Van még kezem, mert zsebre rakom a töltőmet.
Szerintem nagyjából jó lesz. Hát itt, ott nem annyira nagy hely van, de majd meglátjuk. Nekem amúgy tetszik. Jelenleg.